klasifikacijalnu masu iz Nemačke, nažalost malo kasnije, to će stići sljedeće nedelje. To je neka trokomponentna masa i 200.000 dinara košta, znači dosta veliko ulaganje je bilo za nas. Meni je drago da, evo vidjeli ste sami, da konačno imamo jednog pravog domaćina za ove naše sportske objekte. Svuda gdje smo zatekli ove naše sportske objekte, nisu potpuno devastirane, nisu delimično devastirane, tako da u ranijem periodu se baš nije mnogo domaćinski odnosilo prema ovim objektima koji su sportski objekti. Ono što treba javno da zna, danas smo održali i sednicu u gradskom veću sa početkom 8 sati. Danas je grad Subotica donio odluku o ustupanju gradskog stadiona JKP stadionu. Sa gospodinom direktorom ćemo se sljedeće nedelje naći. Bićete pozvani i vi. Sljedeće nedelje grad zvanično preuzima Subotički gradski stadion. Vidjet ćete tamo šta ćemo zateći. Ne bih volio da mi se desi to da posle preuzimanja odmah mi dolaze sa zahtjevima da se mora ovo raditi, ono raditi, jer oni koji su vodili ovaj grad i ovaj sport decenijima unazad, prvo treba da polože račune, posle to da zahtevaju od mene pare i neke velike investicije. Gledat ćemo da tamo prvo sredimo situaciju kako je to moguće i da budemo i na tom objektu dobri domaćin. Ja bih pozvao sve naše građane sutra od subote da mogu da dolaze slobodno. Jedino nedelja će biti, još imamo jedno takmičenje u plivanju, eto taj dan nećemo raditi, ostalo znači počinjemo normalno sa radom. Ja bih se pre svega zahvalio gospodinu gradonačelniku Maglajenoj koji je došao da otvori ovu kupališnu sezonu. Zahvalio bih se njegovom timu koji pomaže neprestano moj rad i pomaže uopšte JKP stadion da bi on funkcionisao najbolje moguće. Tako bih se zahvalio i gospodinu Vjekoslavu Strugoncu, članu gradskog veća, s kojim izuzetno jednu saradnju imamo od početka ovog mandata. U suštini videli ste danas da stvarno smo se trudili, stvarno smo puno radili i nastavit ćemo tako. Ovo nije kraj, sledeće što idemo jeste Streljana. Streljana je isto dosta u lošem stanju, struju smo uspeli tamo da rešimo. Sledeće što raspisujemo javnu nabavku za krov. Nakon toga vidit ćemo šta treba na novom stadionu da se radi, pa ćemo onda napraviti neki plan programa za to. Radno vreme će biti znači od 11 do 6 svakim danom. Cene ulaznice ostaje iste koje su bile i prošle godine. S tim da smo uverili da ove godine penzioneri 50 dinara će platiti stalno. Weekend karte 150 dinara, karta u ponedljika, znači do petka, je 110 dinara. Znači, potpuno je renoviran tobogan, renovirali smo tri mala bazena koja se nalaze sa desne naše strane. Puno je uloženo znači, u snabdevanje vode, odnosno u bunare, tri bunara koje imamo. Uloženo je ogradu koja je praktično sa sebe strane, gde je kompletna ograda nam fali, oko 130 metara, znači te ograde je uloženo. Urađeno je, kompletna filter stanica je potpuno renovirana. Renovirali smo potpunosti teretanu da bi naši sportisti mogli da vrše treninge kako treba. I rekao sam, znači radili smo na uštedi struje, znači eto, to je otprilike što smo uradili. Osim ovih standardnih farbanja i tako dalje, znači to su veće neke investicije. Ja bih iskoristio priliku da se zahvalim gospodinu direktoru Totu i radnicima javnog komunalnog preduzeća stadionu u ime svih sportista koji koriste ove objekte na njihovom dosadašnjem trudu i radu i borbi da objekte koji jesu do sada bili u vrlo lošem stanju i koji su vrlo stari, da ipak uspevaju da osposobe da budu na jednom dobrom nivou, da ti sportisti imaju mogućnosti da se bave svojim poslom. Jedan dobar lepa vest je, dobar razlog jeste da svemu ovome da najavim da će vaterpolo reprezentacija Srbije doći na pripreme u naš grad u Suboticu, koristit će upravo ovaj objekat kao svoju bazu i u zahvalnosti ljudima iz JKP stadiona na izraženom razumevanju i pomoći poklonit će jedan te vaterpolo teren JKP stadiona, što znači golove sa stazama, da bi vaterpolo klub Spartak i već ostali vaterpolo klubovi mogli da uživaju. Previđen čukonji sretni kemundan i kjot pinkido i Megnisiko zigaz god turo i ratve volu jabon odnišu ko side i futur sezon. Laša koji na kišku i ljoko skipeš čuj nije nalo pod zombu otvarto za šport kompleksu moho skipeš i zigaz god turi iščapo to čok minden tetro i tiči tren betedje. Tad misliš ne tu moje trpko da je to figetan i odlogo je za beruha zaš ive koji ipse i kuda tamo za ljiklemi i beruha zaš i vendo vidjeti ive za šport kompleksu. És azt gondolom, hogy példaérdik az, hogy az igazgatóris csapata hogyan jugazda módjáról bánik ezzel a közvallattal, és valójában lássák, hogy hónapról hónapjai javítsák és újítsák az objektumokat, amelyek ma azt mondom, hogy szétes és szélén voltak.
Itt is látták, hogy kb. 2 millió dinár lett beruházva. Ennek a 2 millió dinárnak a legnagyobb része az anyag, a munkálatokat a stadion közvetlenül a munkásai végezték el, és azt gondolom, hogy itt érte egy példaértékű viselkedés a munkások részéről, és a vállalatvezetésről is az, hogy végre elkezdtek jó gazda módjára bánni a saját épületeikkel. Én remélem, hogy a szabadkaiak nagy száma fogják használni a városi medencét. A nyári hónapokon keresztül azt gondolom, hogy az elkövetkező időszakban a nyári medencének a bevétele sokkal nagyobb lesz, mint az előző években. Legalábbis remélem azt, hogy a pénzeknek az egy része nem feketén megy el, hanem hivatalosan bejut oda, hol kell, hogy bejusson. És azt gondolom, hogy valójában az elkövetkező időszakban is támogatni tudom az igazgatórat és a közlakodára vonatkozóan a többi objektumok javítása is folyamatos legyen. Azt szeretném még elmondani, egy példaérdekű az igazgatónak a működése és a vállalatvezetése. Remélem, hogy a többi közvált igazgatók közül jó páran felnéznek rá és példát vesznek róla. Ami viszont fontos a város szempontjából, hozta meg a városi tanács azt a határozatot, hogy átveszi a városi stadion, tehát a Spartak városi stadion feletti irányítást, illetve valójában a birtokot, és jövő héten az újságírók is kérdésítve lesznek, amikor kimegyünk is hivatalosan, és átvegyünk, hogy a városi stadion, mint az önkormányzat átveszi, és a JKP stadionnak az igazgatása alá fogjuk helyezni a városi stadiont is. Elsőszorban szeretném köszönni a polgármesternek, a Magrai Jenőnek, hogy eljött megnyitni ezt a szezonkat. Ugyanúgy meg szeretném köszönni az egész csapatának, ami körülveszi a polgármester urat, aki állandóan segíti az én munkámat, meg a mi munkánkat a stadion közvállalatban. Ezen kívül megköszönöm a Vjekoszláv Osztrogonásznak is, aki a sportminiszter segíti a munkámat, és így nagyon jól van, és így mondom, egy működésünk van egész időben. Minden polgárt meghívok, hónaptól kezdve, tehát nyitva van a medence, az árak a jegyekre ugyanazok maradtak, de nem változtak, úgyhogy szeretettel várunk. Tehát ahogy látták, van egy olimpiai medencénk, tehát van egy termális, két termális víz és meleg víz ellátva két medencénk van. Van két hideg kisebb medencénk, ami olyan úszó iskolára használ, és ezen kívül van három pár úszó, tehát ami fogadja majd őket. Ezek mindki vannak adva, tehát éjjel.